Az emberi szervezet mintegy 60%-a folyadék. A tiszta víz fogyasztása elengedhetetlen egészségünk megőrzéséhez. Napi 2-2,5 liter vizet kellene meginnunk, hogy szervezetünk zavartalanul működhessen. Azonban sokan ezt nem teszik meg. Nem eleget, egy jó litert, másfél litert. Mivel természetesnek vesszük, hogy a víz mindig, minden mennyiségben a rendelkezésünkre áll, gyakran pazaroljuk azt, pedig több más módon is tudnánk vele spórolni. Tusolás gondolom legjobban, ugye az gazdaságosabb és egy kellemesebb gondolom az, mert kádban majdnem 100 liter víz alatt nem lett. A statisztikai adatok szerint megközelítőleg 20 millió ember hal meg a szennyezett víz okozta betegségekben világszerte. A föld felszínének 70%-át borítja víz. Azonban a szennyeződések miatt az Egészségügyi Világszervezet szerint 1,2 milliárd ember nem jut megfelelő ivóvízhez. Az ENSZ március 22-ét nyilvánította a víz világnapjává, amelynek célja a környezet és ezen belül a föld vízkészletének védelme.